Mélységesen föl vagyok háborodva. Miért? Egy rohadt bunkó banda, amikor a miniszterelnökük beszél, akkor így ugatnak. De Orbán Viktor szavait... Itt rohadt banda! Korán reggel már elindultunk, hogy időben ideérkezzünk, és várjuk a beszédet, és már nagyon izgatottak vagyunk. Úgyhogy a nap is, vagy jó idő van, süt, úgyhogy bízom benne, hogy minden rendben lesz, és minden jó lesz. Én éjszakás műszakból jöttem, de... Akkor mennyit aludt? Semennyit nem aludtam. És ráadásul pszichiátrián dolgozom, szóval azért az úgy idegileg elég kemény. Az elég kemény, igen. Mindent megért, hogy itt legyek. Fontos, ideológiailag nagyon fontos. Miért? Mit értsek ez a... Azért, mert én konzervatív keresztény vagyok, békepárti, és hogy ebben is ezt képviselem, hogy bármi áron, de ezt képviselni, még így is, hogy éjszakás műszakból jövök. 1956-ban Muszka vezetők, ma Brüsszel vezetők. Az ellenzék új vezére ott ül az asztaluknál Manfred Weber mellett. Ez nem összeesküvés elmélet, ez összeesküvés a gyakorlatban. Ország világ előtt. Egy új 21. századi love story. A brüsszeli gazda megvakarta a kutyus fejét, a többit mindenki láthatta. Csak úgy áradt a szerelem. A ma reggeli hír, hogy a Tisza pártot 2%-kal a Fidesz fölé mérték. Mit szólnak ehhez az eredményhez? Gyakorlatilag én nem szoktam ezekkel foglalkozni, mert a statisztika az, amit én állítok össze, és abba hiszek. Tehát én nem gondolom, hogy ez teljesen valós lenne. Nem igaz. Ez egy rossz adat. Ez csak álmítás. Nem igaz. Győzzen a Jobbik. Majd meglátjuk 26-ban. Jó? Fenntartással fogadjuk egyrészt, tehát én szoktam olvasni különböző ebbe kapcsolatos eredményeket, de nem hiszek ebbe. Hát még nem olvastam friss híreket, úgyhogy ez nem is biztos, hogy egy hiteles információ, úgyhogy majd meg fogom nézni a médiában, és akkor majd megtudom az igazat, mert ez, hogy ön állít, én nem vagyok ebben annyira biztos. Elég baj, hogy ennyire törekszik a Tisza párt. Minden párt törekszik, nem igaz? Igen. És tegnap hallottam a tévéhíradóba, hogy ők azon vannak a Tisza pártiak, hogy az Orbán Viktort legyőzzék. De hát minden párt legyőzni akar, nem? Igen, de hát végül is, hogy szerintem nem fogják. Elképzelhetetlen ilyesmi, hogy ezek bármit is. Gyakorlatilag előbb-utóbb kibújik a szög a zsákból. Most ugye sok ember változást akar, újat akar, és majd rájönnek, hogy ez ugyanolyan ígérgetés, mint a DK-s szocialista. Semmit nem teljesítettek. Gyakorlatilag nem tudnak olyat mondani, amit az Orbán kormány megígért, és ne teljesítette volna. De ha az egészségügynek emel béreket, akkor a kukásoknak semmivel nincsenek megelégedve. Akik a saját sorsukon nem tudnak változtatni, és mindent az állambácsitól várnak, azok mennek oda. Én például az egészségügyben most keresek annyit, amennyit mindig szerettem volna, most. Pedig dolgoztam külföldön is. Szerintem a Tisza párt az teljes megsemmisülés folyamatában van, és nem jelent majd nekünk akadályt, hiszen mi együtt erősek vagyunk, és sokkal stabilabbak vagyunk, és meg tudjuk majd azokat az értékeinket védeni, amelyek most jellemzik a mi politikánkat. Nem kell semmit tennünk, a Tisza párt lejáratja saját magát a bandájával együtt. De pont 56-ból kiindulva mi valószínűleg nem csináltuk volna azt, amit Zelenszky elnök csinált 2,5 évvel ezelőtt, mert felelőtlenség, mert látszik, hogy belevitte egy háborús védekezésbe az országát, ennyi ember halt meg, ennyi területet vesztett, mondom még egyszer, az ő joguk, szuverén döntésük, megtehették, de ha minket megkérdeztek volna, akkor mi nem tanácsoltuk volna. Miért? Azért, mert 56-ban
Az lett, ami lett. Az lett, ami lett. Én nem szeretném Orbán Balázs szavait, meg senki szavait semmilyen szinten értelmezni, mert abban szerintem meg mind a ketten abban is egyetérthetünk, hogy azért egy egészen nagyon okos emberről beszélünk, és én nem fogok kritizálni Orbán Balázst egyáltalán, mivel találkoztam már vele, és egy nagyon értelmes ember. Nem szeretném megkérdőjelezni, és nem is szeretnék kötekedni az ő szavaival, és ezeket ki is lehet forgatni nekem, erről ez a véleményem. Úgyhogy szerintem az én véleményem ebben nem fontos, hogy ő mit mondott. Orbán Balázs egész élete arról szól, hogy a szabadságot védi. Tehát van egy félremagyarázható mondat, amit belekapaszkodnak, és azt mondják, hogy hazárul. Legyen szíves, értelmezze nekem ezt a mondatot, hogy megértsem. Azt mondja, hogy nem, hogy Zelenszkij elnök belevitte egy védekező háborúba Ukrajnát. Mit kellett volna csinálnia akkor, amikor repülők támadták az országot, tankok támadták az országot? Kell védekezni, ezt mi nem állítjuk, hogy nem kell. Azt mondta Orbán Balázs, hogy Zelenszkij elnök egy védekező háborúba vitte az országot. Orbán Balázs, miért mondta? De ön hogy értelmezi ezt a mondatot? Teljesen mindegy, hogy én azt tudom, hogy én mit érzek, én azt érzem, hogy az ukránoknak jók a megvédelmet hazájukat, viszont megtámadták őket. Azt, hogy az egész háború hogy kezdődött, hogy a háborút kirobbantottak ki, vagy mi alapján robbantották ki, ki provokálta a másikat. Mindenki tudta, hogy ebből előbb-utóbb háború lesz. Viszont az oroszok gyakorlatilag megmondták, hogy ők nem hajlandók a NATO szomszédságába élni. Ezzel föl volt készülve a fél világ, mi nem voltunk Magyarországon felkészülve erre. Ukránok nem a hazájukért harcolnak. Miért? Tisztán 100%-ban amerikai. Befolyás. Amerikai megmozdulás. És mi a baj Amerikával? Amerikával semmi bajom nincs, csak ne okoskodjon bele másnak a dolgába. Az a baj, hogy Oroszország mellé akarnak NATO országot csinálni, ami ugyan egyezmények szerint tilos. Mert mikor Kubánba akartak a szovjetek rakétát, milyen cirkuszt csináltak. Ők meg ugyanezt meg akarják csinálni Ukrajnába. Ez nem az én dolgom, hogy erre válaszoljak. De érti ezt a mondatot? Én értem. És akkor elmondaná nekem, mert én nem értem. Ő neki van igaza. Az mit jelent? Az azt jelenti, hogy ha megtámadják az országot, akkor nem szabad védekezni? Hát ez nem az én dolgom, hogy... Ugye azért, mert most 56-ot ünnepeljük, amikor... 56-ban hogyan kellett volna békét csinálni, amikor Oroszország megtámadta Magyarországot? Nézze, én 75-ben születtem, tehát akkor én még a világon nem voltam, ezt gondolom a szüleim, nagyszüleim tudnák önnek elmesélni, de én azt mondom, hogy béke legyen. De ugye most ön azért jött itt, hogy megünnepelje 56-ot, amikor ön még nem is élt. Biztos azért jött ide, mert hogy akkor van valamilyen fogalma 1956-ról, máskülönben ide se jött volna. Akkor azt kérdezem, hogy hogyan kellett volna nekünk 56-ban eljárni, hogy ne legyen háború. Meg kellett volna adni magunkat az oroszoknak, hiszen most a hősöket ünnepeljük, akik harcoltak az oroszok ellen. Tehát most akkor ezt nem értem én igazán, hogy mi az igazság. Nézd, én egy meghívott vendég vagyok, és azt mondom, hogy legyen béke itt is, és külföldön is. Köszönöm. Teljesen más történelmi helyzet volt. Én hagyna ítéljek ebbe, jó? Nem szeretnék ebből állásfoglalást mondani. Köszönöm szépen. Ukrán front jött be, és azok erőszakoskodtak és raboltak itt. Az ukránok, nem az oroszok. Az oroszok nagy hibát követtek el, hogy háborúba sodorták magukat. Az ukránok védik hazájukat, ez nem kérdés, mi ezt nem vitatjuk. Csak abba kellett volna hagyni. De hogy lehet abba hagyni, hogyha támad? Márciusában megvolt a béke megállapodás, csak nem engedték az angolok, nem engedték az amerikaiak. Ilyen egyszerű, a világnak háború kell valami, a nyugati világ háborúznak az oroszokkal, meg kell gyengíteni benne Európát, Németországot, mindannyiunkat. Ez erről szól, ez üzlet. Az a magyarságnak a megvédése, a magyar népnek a megvédése volt az 56. Én ebből indulok ki, hogy ezt kell a mai nap is ezt folytatni. És Ukrajnának joga van megvédeni az ukrán népet, nem? Hát valószínű, igen, de nagyon sok tényező befolyásolja ezeket a dolgokat. Mindig megvédjük az országunkat. Mi igen, és Zelenszkij megvédheti az országát? Anna, az egy elég bonyolult folyamat volt, ahogy kialakult az egész konfliktus. Igazából nem vagyok külpolitikus, nem értek hozzá. És amikor 1956-ban a magyarok harcoltak az oroszok ellen, akkor hogyan lehetett volna békét teremteni? Hát, ha a nyugat segít. Most éppen segít a nyugat Ukrajnának? Hát nekünk nem segített. Az a tervünk, hogy kifejezésre juttassuk a tiltakozásunkat, Magyarország keleti nyitása, a despotizmus iránti általános társadalmi és politikai elkötelezettség, az orosz titkosszolgálati befolyás, az orosz dezinformációs támadások, az ázsiai termelési mód, a
demokratizmussal és a jogállamisággal szemben az önkényuralom térhódítása, a türk tanácshoz való csatlakozás és az Európai Unióból meg a NATO-ból, vagyis a nyugati szövetségből való lassú kiszivárgás ellen demonstrálunk. Azért demonstrálunk, mert a civilizációnk elárulásának érezzük. Azért demonstrálunk, mert három nemzeti ünnepünkből hármat gyaláz meg ez a politika. 1956-ot, 1848-at, továbbá ugye az államalapítást augusztus 20-át, amikor Szent István Bizánc és Róma közül Rómát választotta, a nyugati orientációt választotta. Szóval, hogy az van, hogy nekünk van egy civilizációs identitás bázisunk, és ennek az identitás bázisnak a felszámolása az, ami zajlik. Mi a nyugati tradícióhoz, a nyugati történelem fejlődéshez tartozunk, mert Szent István, sőt, Géza fejedelem így döntött. Ez minket is kötelez, itt a mában. Ez nem lehet Orbán Viktornak a spekulatív döntése, hogy jó, akkor most úgy dönt, hogy nyugatról keletre sorolja az országot. Az országot, az ország népét, az ország történelmét, azt a nemzeti tradíció meg kell, hogy határozza. Ezt nem lehet feláldozni annak, hogy Orbán Viktorról szóló akták a Jubjankatéri székházból ne kerüljenek nyilvánosságra, és ennek feláldozni egy országnak a sorsát, egy népnek a jövőjét. Magyar István Mászai Péter Istót, Ilona életét senki nem dobta oda. Hát le az orosz szövetség, azzal nem értek egyet. Miért ön szerint orosz szövetségre van szükségünk? Nézze! Mi már ezt megtanulhattuk itt a periférián, hogy nem szabad úgy gondolkodnunk, ahogy itt most Európa másik oldalán gondolkodnak. Nekünk másképp kell gondolkodni. Ez már 1000 éve így van, 1100 éve, 1500 éve. Szent István a nyugati integrációt választott. Nem egészen így van, uram. Rosszul tudja a történelmet. Ugyanúgy megvolt a bizánci kereszténység, és megvolt a keleti-nyugati kereszténység együtt. Ugye ebből induljon maga ki. Tiszteletet a mártíroknak, le az orosz szövetséggel. Mi a véleménye róla? Tehát ilyen nincs, hogy orosz szövetségesek vagyunk az oroszokkal jelen pillanatban. És hát, hogy senki nem dobta oda, dehogy nem dobta volna oda. Az akkori 50-es vezető államférfiak, úgynevezett államférfiak, azok dobták oda. Mint ahogy az én apámat is oda dobták. Az én apám is 56-os forradalmár volt, és 3 évet, 8 hónapot ült a börtönbe, teljesen koholt vádak alapján, kulák származása és egyéb családi vonatkozású úgynevezett bűnei miatt, hazaárulás címén. Igazándiból nem igazán értek vele egyet. Ön melyik részével nem ért egyet? Azzal, hogy Angyal István, Mansfeld Péter és Tóth Ilona életét áldozta, és azzal nem ért egyet, hogy tiszteltet a mártíroknak? Dehogy nem. És azzal nem ért egyet, hogy le az orosz szövetséggel? Hát, tulajdonképpen igazándiból nem érzem olyan fele nagy szövetségnek. Mi is megtámadtuk volna Székelyföldet, hogyha elkezdik ott ölni a székelyeket, és nekünk egy baromira erős fegyverzetünk lett volna, ami meg tudjuk védeni. Tehát az oroszok önvédelemből tették, másrészt meg Krímbe akartak tenni egy amerikai rakétavédelmi rendszert, amit az oroszok nem engedhettek meg maguknak. De mindig csak hátrálni nem lehet. Hát egy atomhatalom nem hátrálhat, az meg kell mutassa az erejét. Véleményem semmiről nincsen, mindig a tudásomra alapozok. Hát, őszintén. Őszintén. Nincs véleményem. Azzal egyet tud érteni, hogy le az orosz szövetséggel? Részben egyet. Részben egyet. Mennyiben? Annyiban, hogy 89-ben az volt az első dolga Viktornak, hogy arról beszélt, hogy Tavaris Konyec, meg ő is mondta, meg még többen is, és most úgy néz ki, hogy az oroszokkal szövetkezünk, de nagyon. És ez ön szerint nem helyes ezek szerint? Szerintem nem. Nyugatot próbáljuk félretenni. Az EU-val szembe megyünk állandóan. Ne csodálkozunk, hogy pénzt nem kapunk. Nekem ez a véleményem. Demokrácia nélküli több pártrendszer, szociális válság, tömeges elszegényedés, eladósodás, kiszolgáltatott magyar gazdaság.
mélységesen föl vagyok háborodva. Miért? Egy rohadt bunkó banda, amikor Orbán miniszterelnökük beszél, akkor így ugatna. De Orbán Viktor szavait... Itt rohadt banda! Orbán Viktor szavait idézik. Ezt Orbán Viktor mondja. Igen? Igen, Orbán Viktor hangját hallja. Szociális válság, tömeges elszegényedés. Ezt mikor mondta? Hát csak is akkor mondhatta, amikor a maguk fajta gengszerek uralkodtak. Kik fajta? Kik fajta? Hát a Gyurcsány meg a nem tudom milyen, a Tiszások meg az egyebek. Mi az volt a paradicsom? Nem szállt a hatóságú ipari méretű termelésre.